Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai nap beszéljünk egy kicsit a tacskókról. Elég sok videót készítek mostanában Merlinről, ilyen kis rövid videókat, és arra gondoltam, hogy most egy hosszabb videó formájában is beszélnénk nektek magáról a fajtáról, hogy mire kell felkészülni akkor, hogyha esetleg tacskóban gondolkoztok. Néhány kis érdekesség magáról a fajtáról, amit én így tapasztaltam idáig, amióta velem van Merlin. Ugyanis ők külön egyéniségek, így a kutyafajták között is, szerintem mondhatnám így. Szóval összeszedtem nektek néhány dolgot, gyertek és tartsatok velem. Egyébként már nagyon álmos Merlin, azért bólogat ilyen nagyokat, hiszen már egy pár órája itt játszik kint a másik kutyával az udvaron, és hát ebben elfáradtak, úgyhogy elég nyugodt lesz szerencsére a videóban. Az első dolog, amit így összeszedtem, az nem más, mint hogy ők nagyon ragaszkodó fajták. Ők valóban olyan kutyusok, akik állandóan a gazdi mellett szeretnek lenni, ők szeretnek vele aludni, folyamatosan követni, még a WC-re is szeretnek bemenni, hogyha a gazdi ott van. Itt a tacskóknál nincsen olyan, hogy privát szféra, nincsen meg a távolság. Ők szeretnek a fejedre ülni, meg tényleg nagyon-nagyon közel lenni. Most is videót veszek fel, és itt szeretne ülni mellettem. Nincs olyan, hogy ő akkor most elmegy és elfoglalja magát. Szóval erre mindenképpen gondoljatok, hogyha tacskót szeretnétek, hogy ők ilyenek. Ők nagyon szeretik a gazdi társaságát, és imádnak egyszerűen ott lenni. A második dolog pedig az, hogy légy mindenképpen következetes, hogyha tacskót szeretnél, hiszen egy nagyon akaratos és makacs fajtáról beszélünk. Ők ugye vadászkutyák, és benne van a vérükben ez az egész dolog, szóval már kiskorukban el kell kezdeni nevelni őket. Annak ellenére, hogy kistestű kutyáról van szó, tényleg oda kell figyelni, hogy kiskorukban már meglegyenek azok a rendszeres dolgok, szabályok, amiket utána tud követni, meg ahhoz tartania magát, hogy ne uralkodjon el a káosz. Merlinnek szerencsére elég jól sikerült a nevelése, úgyhogy egy nagyon türelmes, nagyon okos kutyus. Viszont nagyon sok munkánk van benne, hogy ő ilyen lett. Úgyhogy mindenféleképpen azt javaslom, hogyha tacskót szeretnétek, hogy nagyon jól nézzetek utána a nevelésnek, meg hogy mit hogyan érdemes csinálni, hogy ne nőjön a fejetekre. És ahogy már az előbb mondtam, ugye egy kistestű kutyáról van szó, tehát elég sokan akarnak tacskót tartani, hiszen ugye akár lakásban is tartható, mint például ahol mi tartjuk, mi is egy lakásban lakunk. Viszont mindenféleképpen tudni kell, hogy ők nem ölebek, ők vadászkutyák, és nem az ölebekre jellemző dolgok jellemzők a tacskókra. Tehát őket ugyanúgy le kell fárasztani fejben, illetve testileg is. Nem elég az, hogy most bent a lakásban gurítod neki a labdát, hanem igenis feladatot kell neki adni, kell neki akár nyomozós játékot csinálni, hogy tudjon szimatolni, és hogy a saját ösztönetet, amire ki lehet tenyészni maga a fajta, azt egy kicsit tudja alkalmazni így a valóságban is. Mert hogyha ezeket a dolgokat nem csinálod, akkor könnyedén rombolhat a lakásban, meg szétszedhet dolgokat. Természetesen meg lehet mindenre tanítani, viszont az a legjobb, hogyha tényleg le van fárasztva, az neki is jót tesz, illetve te is nyugodtabb vagy akkor. Következő dolog pedig az, hogy rövid lába ellenére nagyon szeret mozogni, és igényli is a mozgást. Nem elég az, hogyha kiengeded az udvarra, hiszen neki mennie kell, most is éppen mennie kell, valamit látod. Szóval imád sétálni, szereti a nagy sétákat, imád erdőben lenni, úgyhogy ezeket a dolgokat meg kell neki adni, hogy jól érezze magát. A következő dolog, ami fontos a tacsiknál, az az, hogy ők 25 fok alatt valóban nagyon fáznak, és ők tényleg egy fázós kutyák. Nem csak egy ilyen sztereotípia az, hogy
na, 25 fok alá lement a hőmérséklet és fáznak a tacskók, ez valóságban is így van. Már elkezdtem neki horgolni egy pulcsit, ugyan van nagyon sok pulcsia, viszont tényleg nagyon szeretik a meleget, és 25 foknál már a takaró alatt van bent, szóval ők nem tartatóak kint, ők nem udvari kutyák, tehát őket bent kell tartani a lakásban vagy a házban. Ahogy minden kutya, de különösképpen szerintem a tacskók baromi nagy személyiségek, egyrészt azért is, mert elég vicces kinézetük van, már csak a rövid lábak a hosszú testtel, és a vicces kis pofiuk már eleve egy nagy személyiség, de valóban a viselkedésük is mindegyik annyira egyedi, hogy tényleg ezt csak akkor tapasztalod meg, hogyha van egy tacskód. Na hát igazából maga a videó ennyi lett volna, túl sok hasznos dolgot azért nem tudtam elmondani, de ezek csak ilyen kis egyszerű hétköznapi dolgok, amiket azért érdemes meggondolni, meg átgondolni, hogyha szeretnétek tacskót, mert ők tényleg egy egyéniségek, makacsok, akaratosak, viszont mindennél jobban szeretik a gazdájukat, és mi is őket. Úgyhogy sok sikert kívánok azoknak, akik esetleg tacskóban gondolkoznak. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, ha itt voltatok, ha tetszett, gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk nem sokára, majd egy következő videóban. Addig is sziasztok!